tehát úgyhogy nem biztos, hogy ugyanazt láttátok, de attól még az is teljesen jó, amit ti láttatok, hogy ez a magenta szín elkezdett először tele lenni aranycsillámfénnyel, aztán került bele ezüst, és került bele kék. És ez kezdett így el örvényleni. Nagyon-nagyon szép volt, én nagyon élveztem, tehát nekem nagyon tetszett. Biztos éreztétek, ez egy nagyon erőteljes, itt vagyok, biztonságban vagyok, én vagyok, energia volt. Amíg elmentünk kicsit felfrissíteni magunkat, akkor szóltak, hogy elfelejtettem nektek elmondani, hogy amikor megkaptuk az egyensúly energiát, és mindenkiben létrejött az egyensúly, az sajna nem örökölérvényű, az arra az időre volt, amíg rajtunk keresztül lementek az energiák, lehorgonyzottak a földbe. Ne lepődjetek meg, ha mostantól lesznek olyan szituációk, ami bizony, vagy a férfiassággal, vagy a nőiességgel, férfissággal, nőséggel kapcsolatban hoz nektek tanításokat. Tehát a belső egyensúlyt, a férfi-női energiák egyensúlyát magatokban ezt meg kell tudnotok teremteni. Viszont kaptunk hozzá igen nagy és igen sok energiát. Tehát az egyensúly energiáit megkaptuk. Mindenki megkapta a hiányzó férfi és női energiákat ahhoz, hogy egyensúlyba tudjatok lenni, de az a teljesen optimális állapot, amikor tényleg tuti egyensúlyban vagyunk, az arra az időszakra volt 100%-os, amíg rajtunk keresztül futott az energia. Úgyhogy kérdeztem, hogy nem varázsolnánk egy kicsit? Azt mondták, nem. Én megpróbáltam. Ez így elég szerintem így egyelőre. Köszönjük szépen!